Budapest, Sas József, 80, állapotáról eddig csak találgatások keringtek, és mivel csak annyit sejteni lehetett, hogy nagy a baj, éppen ezért rengetegen aggódtak a népszerű humoristáért. A művész felesége megtörte a csendet, a blikken keresztül szeretné megnyugtatni a rajongókat, párja már jobban van. A 80 születésnapját az év elején ünneplő humorista a tájföldi nyaralásán lett rosszul, ahol kórházba szállították. Teljes hírzárlat volt vele kapcsolatban, még a legközelebbi barátok sem tudtak sokáig semmit. Lassan egy hete, hogy a Bors és a Story magazin megírta, hogy komoly baj történt Sas Józseffel a nyaralása alatt. Azóta barátok, rajongók ezrei aggódnak múlt csütörtökön az állapota miatt egy légi betegszállításra szakosodott cég különgéppel szállította haza Sast, akit a lánya kísért el. Szirénázó mentővel vitték egy fővárosi kórházba, ahol azóta is kezelik. Felesége szombaton tért haza a menetrend szerinti járattal, és első útja természetesen a kórházba vezetett. Tudom, hogy rengetegen aggódnak, és már találgatnak, rémhírek kaptak szárnyra. Így valóban szükséges, hogy mindenkit megnyugtassak, Józsi nem volt kómában soha. A körülményekhez képest jól van, de hosszabb gyógyulási folyamat vár rá, mondta a Blicknek Zsuzsa asszony, aki párja betegségéről nem kívánt elárulni részleteket. Azt szeretném, ha mindenkinek a mosolygós és vidám arca jutna eszébe továbbra is, ha a nevét meghallja. Mivel egyre jobban van, elég gyorsan rengeteget javult, így várhatóan visszatér majd a színpadra is, bár ehhez még idő kell. Nagyon köszönjük az aggódást, a jó kívánságokat és a szeretetet, ami sokat segít a felépülésében, mondta a Blicknek a Kabaré király felesége. Elkeveredtek a csomagok és, ha nem lett volna elég oké az aggódásra, Sas József feleségének még a hazaútja sem telt zökkenőmentesen, ugyanis elkeveredtek a bőröngyei a dubai átszállásnál. Rám fél a pihenés, mert ami rossz megtörténhet, az velünk meg is történt a nyaralás alatt, mondta a feleség.